A karcagi Nagykun református általános iskola is részt vett a budapesti Szenci Molnár Albert református általános iskola Jézus élete 6. Kárpát-medencei rajzversenyén, melyet a református iskolákban tanuló alsós és felsős diákok részére írtak ki. A versenyre összesen 63 iskola 657 alkotást küldött be. A refis pályázók közül 5 munkát beválogattak a legjobbak közé. A részletekről Turterebesiné Gál Tünde tanárnőt kérdeztük. A budapesti Szenci Molnár Albert általános iskola rajzpályázatán vettünk részt, a Református Pedagógiai Intézet által meghirdetett pályázaton, ahol nagy örömmel 5 tanulónknak kiállításra minősült a kis alkotása. Ez az iskola alkotása, ez kiállításra minősült 657 tanuló alkotásán belül. Ez egy kárpát-medencei rajzpályázat volt. Erdélyi és felvidéki diákok is jelentkezhettek ide. Jézus életéről készítettünk kis rajzokat. A kisebbek ceruza rajzzal, a nagyobbak már pasztelkrétával és vízfestékkel is próbálkozhattak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a hittanórán is úgy mélyítsük el Jézus életét, hogy a gyermekekhez testközeli legyen. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy azok által, hogy együtt énekelünk a kicsikkel, vagy azok által, hogy együtt rajzolunk, még jobban megértik a történeteket. Több időt tudunk rászánni, és fontosabb, mélyebb dolgokba belelátnak, és esetleg kérdeznek is olyan dolgokat, amiket nem kérdeznének meg akkor, hogyha ezt nem kellene lerajzolni. Már mi tavaly is küldtünk be alkotásokat, és tavaly is válogattak be diákunkat nagy örömmel, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek is egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy jövőben is próbálkozhatunk. A beküldött rajzokat képzőművész és művésztanárokból álló zsűri értékelte, és évfolyamok szerint megállapította a díjakat és a kiállításra kerülő pályaműveket. Most a téma Jézus élete volt, de Jézus életén belül is több történet volt megadva. Amikor Jézushoz ellátogatnak a pásztorok, amikor az angyal megjelenik, amikor csodákat tesz, és amikor a tanítványaival együtt van, úgyhogy minden korosztálynak megvolt a saját kis témája. Az ünnepélyes díjkiosztóra és a kiállítás megnyitójára a Szenci Molnár Albert Református Általános Iskolában került sor. A díjkiosztó várható ideje 2021. március közepe. A karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5 diákja, Pengő Norina, első B osztályos tanuló, Balog Norina, második A osztályos tanuló, Szabó Norbert, második A osztályos tanuló, Szopkó Lara, ötödik A osztályos tanuló és Németh Kamilla, hatodik B osztályos tanuló rajzát kiállítják.